Néhány évvel ezelőtt civil kezdeményezés indult a szódon, melynek célja egy emlékmű állítása a városban Vasalbert erdélyi magyar író költő tiszteletére. Az én fejemből pattant kezdett ötlet, mióta a Vasalbert könyveit szabadon lehet már olvasni. Én nagyon sok Vasalbert könyvet olvastam, mert egyszerűen annyira elkápráztató a írása, a magyarság tudatra nevelése, tehát egyszerűen szinte lehetetlenek le a könyvei. És ebből a kifolyó alapból ki az ötlet, hogy egy emlékművet kellene Vasalbertnak az oldalon állítani. Hát a baráti társaságon belül létre is hoztunk egy Vasalbert baráti társaságot, aminek Frajna Miklós volt gimnázium igazgató urat kértük fel. Jelen pillanatban is ő a baráti társaságnak az elnöke. Belekezdtünk egy Aláírás gyűjtésbe egy ilyen közvéleménykutatás. Elég sok aláírást tudtunk összeszedni a támogatásra. Többek között, hogy nem mondjam, a Vasalbert fiának is az aláírása rajta van. A plajos szépsebész, tehát neves emberek is támogatják ezt az ötletet. A társaságunk tagjai között tudjuk még Homonyik Sándor énekest is, aki Szintén nagyon kedveli Vasalbertnek a műveit, és ő is mindenféleképpen támogatja. Az aláírás gyűjtést követően a Vasalbert baráti kör szobrászművészt keresett, aki az elképzelt emlékművet kiemelkedő művészi értékkel alkotná meg. Hát elég hosszas keresgélés után, de végül is megtaláltuk a Babusa János szabrász művész urat, akinél nagyon-nagyon komoly munkákat láttunk, ami, tehát referencia munkái voltak, amiket mi nagyon jól találtunk, és úgy döntöttünk, hogy ő rá fogjuk bízni ennek a szabornak az elkészítését. Babusa János szobrászművész egyik legjelentősebb alkotása a 17. kerületben látható második János Pál emlékmű, mely Magyarországon az első életnagyságú szobor az egykori pápáról. A művész ezen kívül számtalan kiemelkedő alkotással büszkélkedhet, melyekre a monumentalitás és térszervező funkció mellett az erőteljes társadalmi mondani való is jellemző. Az asszódi Vasalbert szoborról kialakult elképzelések ugyancsak ebbe az irányba törekedtek. Hát a megkeresésben a fő szempontok az volt, hogy legyen mindenféleképpen külből köszikra kőből legyen a portré rész is talán legyen a víz is közelben, tehát mint csobogó is funkcionáljon. Tehát nagyon összetett feladatként kaptam meg a, a dolgot. Na most ez most már leegyszerűsödött egy kicsikét, olyan formában, hogy lehet, hogy a, vizes részt azt kicsit átpontoljuk, és nem egy vízpolgató rendszerre, hanem egy ilyen, mint egy ilyen könnyedő szikla szerűen megoldott verziót fogunk kitalálni, de ezek abszolút részletkérdések. A fő része az itt a portré része, hogy egy olyan e, méltó és szép portrét készítsünk e, Vasalbertről, ami e, az utókor számára egy pontos dolog, hogy a Vasalbert úgy legyen meg hogy ahogy, ahogy majd illik rá később is gondolni. Hiszen Vasalbertről sok portré készült már. Tehát az országban azt hiszem, hogy 11 néhány szobor már készült. Most ezek közül legalább 5-6, ami tényleg jó portré. Tehát fel van az a lecke, hogy, hogy csináljunk egy olyan portrét, ami talán kicsit különbözik is a többitől, és hát ennek az igénynek megfelelően, amit a itteni közösség elvár. Az elképzelések szerint az alkotás nem csak Vasalbertnek állítana emléket, hanem az író származásához kapcsolódóan egyben trianoni emlékműként is funkcionálna a sziklának a mérete megengedi azt, hogy uh, ugye körbejárható plastikaként uh, több uh, funkciót is uh, ellásol, és uh, itt uh, Trianonra uh, gondoltunk, Nagy-Magyarország térkép megjelenik egy nagyon diszkrét uh, formában, Bizonyos szempontból diszkrét, tehát a maga csak a körvonalai lesznek rajta láthatóak, ami talán messziről nem is feltétlenül annyira feltűnő, de mégis amikor közel megyünk, olyan drámai lesz ez a Nagy Magyarország térkép, hiszen a Krisztust, ahogy fölszegezték a keresztre, ezek a szegekkel lesz körbe kirakva, és azt hiszem, hogy ez megadja a drámaiságát ennek a Nagy Magyarország térképnek. Az emlékműhelyének kiválasztásában a Vasalbert baráti körtagjai közösen döntöttek a szobrászművésszel. A helyszín kiválasztása a művész kiválasztással szinte egy időben történt, és sőt, mondhatjuk úgy, hogy egy időben, mert minden művész, aki, aki jelölt volt, vagy akit ő felkértünk ennek az emlékműnek a megvalósítására, vagy árajátot kértünk tőle, minden művész végigjárta azokat a helyszíneket, amelyeket a baráti kör lehetséges helyszínként megjelölt. A baráti körön belül is parázsviták folytak arról, hogy a szobor hova kerüljön. A végső helyszínnek mi a kiválasztott művészünkkel, Babusa Jánossal együtt az Aszódi OTP épület előtti kis terecskét választottuk. Ez a tér, vagy ez a hely, hely biztosítja azt ami a művész úrnak is és nekünk is nagyon fontos. Erről a, ezen a helyszínen el tudjuk úgy helyezni a szobrot, az emlékművet, hogy Vasalbert hazafelé, Erdély felé fog nézni. Buzás István a Vasalbert baráti kör alapító tagjaként és helyi építészként a szobor műszaki előkészítésében vállalt szerepet. Mivel közterületre kerül ez a szobor, többféle hatóság, az önkormányzaton kívül is többféle hatóságnak az engedélyét kell beszereznünk, amihez műszaki dokumentációt kell készíteni a művész úrnak a tervei alapján. Tehát itt, itt elkészült egy helyszínrajz, egy nézetrajz, és több fotorealisztikus képet készítettünk, ami alapján, tehát a, a művész úr elképzeléseinek megfelelően, vagy a művész úrral együtt. Az elképzelt tervek megvalósításához szükséges támogatásért a baráti kör kezdeményezésével a Szódváros önkormányzatához fordult. Először tavaly ősszel kezdtem el foglalkozni a Vasalbert emlékműnek a kérdésével. A Vasalbert baráti kör tagjai közül sok embert ismerek, és nagyon szimpatikus az az ötlet, hogy a szódon emléket állítsunk ennek a nagy hírű írónak. És amikor megkerestek, illetve beszélgettünk arról, hogy egy emlékművet szeretnének állítani, akkor természetesen mellé álltam a kezdeményezés mellé több tényezője is van annak, hogy hogyan valósulhat meg ez az emlékmű, már a költség vonzata. Egyrészt az önkormányzatnak is anyagi támogatásban kell, hogy részesítse ezt a projektet, másrészt az alapítvány segítségével pályázatot lehet benyújtani, harmadrészt pedig civil összefogással, adományokból lehetne megvalósítani ezt a projektet. A képviselőtestet és az önkormányzat is elviekben támogatja az emlékműnek a megvalósulását. Annyi kérésük volt, hogy egészítsük ki ezt a, ezt a javaslatot, ezt a képviselői beadványt egy részletes költségvetéssel, és hogy jelezzük benne, hogy melyik az az alapítvány, aki a későbbi pályázat során együttműködést tud vállalni a Vasalbert Baráti Társasággal. Tehát, hogy közösen együttműködve lehessen beadni a pályázatot. Az Aszódi Vasalbert emlékmű megvalósításáról szóló civil kezdeményezéshez a Targábor Oktatási és Kulturális Alapítvány csatlakozott. Itt a szódon, civilek, többen vagyunk. Az alapítványunk két éve létezik, Targábor Oktatási és Kulturális Alapítvány néven. Mögöttem látható Targábor tanárúr emlékfala. Itt az Aszódi diák szalomban amely szintén egy két éve létező kulturális kis központ, a 120 éves iskola épületben, ahová nagyon sok kis diák járt a szódon alsó tagozatba, és ezért nagyon szeretik ezt az épületet az asszódiak. 40 év után végre Kiharcoltuk azt, hogy bejöhessen ide földi halandó ember, és kulturális rendezvényekkel gazdagíthassa lelkét. Valójában ez az iskola is, ahol most vagyunk, homok szemcsékből épült. Annak idején az építetője, Szonták Sámuel is így hozta létre, és mi, akik most az alapítványban dolgozunk, szintén mindent így rakunk össze. Gyakorlatilag elvünk az, ahogy Vasalbert megadta az útmutatást a magyarságnak, és az alapítványunk is tulajdonképpen így működik. Gábor bácsi, aki a névadónk, gyűjtötte Vasalbert művei, gyakorlatilag a teljes életműve megvolt, miközben még Magyarországon nem is volt beszerezhető az írókönyve. Az alapítókiratunkban egyértelműen szerepel Magyarország nagy alakjainak bemutatása, műveinek terjesztése, életműveinek a fiatalok felé való közvetítése, és így adódott a dolog, hogy amikor Tukora János az emlékmű eszmei megalkotója felkeresett bennünket, támogatni fogjuk ezt a kezdeményezést. Civil kezdeményezésnek gondoljuk, úgyis állunk az emlékmű építés mellé, ami azt jelenti, hogy a mi részünkről, amit tehetünk, megteszünk. Pályázatok útján próbálunk támogatáshoz jutni, illetve a civileket szeretnénk megszólítani, hogy adományokat gyűjthessünk köreikből, és ezek az adományok is hozzájárulhassanak a szobor, illetve az emlékmű felépítéséhez. Nagyon fontos, hogy minél többen mi homok adjuk össze ezt a bizonyos ö, csodálatos ö, emlékművet, amely a lelkünknek jó leső lesz, ha arra elmegyünk, és tudjuk, hogy az író maga kilenc évtizeden keresztül a magyarság élő lelkiismereteként hogyan ö, vitte végig kalandós, de rendkívül példaértékű életét. Hát jelenleg ott tart az ügy, hogy azokat a részleteket, amiket tavaly ősszel az önkormányzat kért, hogy még tisztázzunk és tegyünk hozzá ez a képviselői beadványhoz tehát hogy jelöljük meg azt az alapítványt, amelyik majd segít a pályázat benyújtásában, és egy költségvetést is mellékeljünk, ez megtörtént, tehát az anyag a kezemben van, és ezt a holnapi napon fogom leadni az önkormányzatnál, és remélhetőleg a jövő héten a testületi és a bizottsági üléseken döntés születik, és remélhetőleg pozitív döntés születik. Ugye a pozitív döntésen azt értem, hogy az önkormányzat nem csak elviekben, hanem anyagiakban is hozzá fog járulni a projektnek a megvalósulásához.